Nyíregyházi résztvevője is lesz a budapesti vizes Európa-bajnokságnak, amelyet az elmúlt évről halasztottak idén májusra. A koronavírus járvány hadházi dóra felkészülését is átírta. Az eredeti tervek szerint ugyanis május elején egy törökországi edzőtáborban végezte volna el az EB előtti finom hangolást a 17 éves úszónő, viszont elmaradt a túra. Urbin Tamás így a nyíregyházi városi úszadában tartotta a tréningeket tanítványának. Ugyanazt a munkát végezték el, amit Törökországra terveztek, sőt az edző elmondása szerint az erőnléti munkára még egy picit nagyobb hangsúlyt is helyeztek. Ennek már látszik is az eredménye. Szerintem már kezdek jó formába lendülni, szerintem most a 100 pillangó lesz az, amiben jobb formába leszek, meg szerintem kicsit arra nagyobb hangsúlyt is fektetünk a váltó miatt, de mindkét számhoz úgy fogok odaállni, hogy ami bennem van, az kiúszom magamból. A fiatal úszónő ezúttal a helyszínen nem támaszkodhat edzője tanácsaira, aki nem lehet ott Budapesten. Ettől függetlenül a szakember bízik abban, hogy tanítványa jól szerepel majd az Európa-bajnokságon. Mindenképpen a legjobbat ki kell hozni a magából. Minden részletet átbeszéltünk és átbeszélünk. Én megbíztam a debreceni edző kollégámat, Kókai Dávid, a Senelszky Petra magyar bajnok sprinter gyorsúszó edzőjét. Ő lesz, aki a táborba felügyeli. Sajnos a LEN hozott egy olyan szabályt, hogy csökkenteni kellett a kísérők létszámát. Elég komoly létszám lesz így is, de ezt hozta a helyzet. Én úgy gondolom, hogy a 100 méter pillangó lesz most nekünk, ami kihegyezett, és a 200 méter pillangónál már a magyar mezőnyben is elég komoly riválisok állnak rajthoz. És a 100 méteres pillangóúszáson kívül a 4x100-as mix egyes váltóban számít rá a szövetségi kapitány döntőben is, és van esélye a váltónak is döntőt úszni, bár a mezőnyt még nem ismerjük. Hadházi Dóra pénteken költözött be a buborékba, azaz a szálláshely, az utazás és a versenyhelyszín kivételével nem mehet sehová. A medencés versenyek hétfőn kezdődnek a Duna Arénában.